Én vagyok a méhecske. Sanyi, hozd a méhecskét! Halljátok, lekapcsolom a villanyt. Talán így jobb lesz a fényhatás, jobb? Ugye, várjátok. Hát, nagyon borús az idő odakint, és itt az ablaknál szoktam ezeket a vlogokat megejteni. Úgyhogy remélem, hogy azért valamit láttok. Lehet, hogy a háttér az egy kicsit sötét most. De bekapcsoltam a szuper kis gömbömet. Na, kalandjáték kockázat. Hova fog süllyedni ez a csatorna, nem gyerekek? A végén még könyveket is fogok bemutatni. Hát ez már mindennek a legalja. Hát ez már tényleg egy kulturális fertő egyébként. Beszéljünk arról, amiről akartam. Nagyon-nagyon régen, szerintem a csatornának a kezdetekor én úgy gondoltam, hogy fogok csinálni egy olyan sorozatot, ami, hát legyünk egoisták, rólam fog szólni, arról, hogy hogy jut el egy ember, egy személy, egy férfi, egy fiú, egy kisgyerek olyan szintre, hogy nerd lesz. Először is tisztázzuk, mi az a nerd, vagy mi az a kocka. Ugye a kockákat azokat nagyon gyakran tévesen definiálják számítógép buziknak, bár ugye ez teljesen nem feri a valóságot. Igaz, hogy vonzódnak a számítógépek iránt is, de azon kívül ugye különböző irodalmi művekhez, vagy esetleg filmekhez. Ez egy ilyen nagyon-nagyon tág fogalom, a nerd, vagy a kocka fogalma. Ugye, és vannak különböző ágazata is, valaki például nem nagyon szereti a számítógépeket, de nagyon szereti a Csillagok háborúját, vagy a sci-fiket. Azt is ennek nevezzük. Nagyon sokan egyébként tényleg rosszul definiálják, és arra gondolnak, amikor azt mondja valaki, hogy kocka, hogy számítógép búz. Na, akkor kanyarodjunk arra vissza, hogy ugye én már 6-7 éve, amikor elkezdtem a csatornámat, gondoltam arra, hogy fogok csinálni egy olyan sorozatot, ahol bemutatom, hogy én, mint kisgyermek, hogy ismerkedtem meg a különböző olyan művekkel, akár legyen a számítástechnika, vagy könyv, vagy film, ami olyanná formált engem, amilyen vagyok, tehát gamer, játék, függő, apicsába. Elfelejtettem, hogy írva van az ablak, azt tordítok, és a szomszédok azt hallják, hogy hogyan beszélek arról, hogy hogy lettem kocka. Szeretitek, hogy a sztorizgatok, azt vettem észre. Mindig írjátok, hogy tök jó, amikor elmeséled ezeket a régi dolgokat, amik történtek veled. És ugye mivel végig fogunk menni, hogy lett belőlem az a játékfüggő, aki most, azért, hogy így bele tudjátok képzelni az én élethelyzeteimbe magatokat, vagy olyan élethelyzeteket fogok vázolni, ahol épp megismerkedtem egy-egy különböző, mondjuk egy kiadványjal. Egy darab Országút harcosa című könyvvel, ami hogy is volt? Talán általános iskola 5.-6. Még az a régi komcsi rendszer. Talán épp a rendszerváltás környékén. 91-2 talán. 90-es évek eleje. Maradjunk annyiba. Ugye akkor még kötelező volt a suliba a kék köpeny, és mindenkinek ilyen gombas érója volt. Majd megpróbálok keresni régi képeket. Igen, és három dolog jött velem szembe, ami leginkább befolyásolt abban, hogy gyakorlatilag egy ilyen kocka legyek. Az egyik az a pacsai presszóban, nagyon retro presszóban lévő játékautomata, amin legelőször talán egy Sunset Riders nevű játékkal játszottam. Fú, nagyon-nagyon, az a nagyon tipikus presszó volt, de erre egy másik részbe szeretnék kitérni, mert most nem a játéktermi játékokkal fogunk foglalkozni, és nem is a számítógéppel, a Commodore 64-el, amivel először találkoztam, hanem egy könyvvel. Én általános iskolában nagyon sokat szoktam üzletelni, tehát az azt jelenti, hogy Matchbox-szal, meg mindennel, Walkman-nel, minden, ami gyakorlatilag így a kezem ügyébe akadt, azzal üzleteltem. Volt olyan tanárom, emlékszem, a magyar történelem tanárom, általánosról beszélünk természetesen még mindig, aki szinte napi szinten meg szokta kérdezni, hogy na mutasd, mit van, mert tudta, hogy gyakorlatilag mindig van nálam olyan szajré, amivel
úgymond mindig üzleteltem, mindig cseréltem, mindig volt valami, amit akartam, és azt meg akartam szerezni, és akkor láttam másnál, és akkor az csere alapon volt mindig a táskámban, amivel esetleg elő tudtam hozakodni, legyen az tényleg Walkman, vagy Walkie-talkie, vagy kvarcjáték. Úristen, a kvarcjátékok, gyerekek, az is egy külön történet, azt is nagyon imádtam. Talán a mostani generáció annyira nem tudja beleélni magát, hogy mi volt abban annyira érdekes. Hát a Tetris az már őkorszak volt akkor. Emlékszem, amikor a Tetris bejött, az talán már a 90-es évek eleje, közepe, de előtte ugye kvarcjáték volt, meg még ugye a 80-as évek vége, akkor, amikor ezekkel toltuk. Na szóval mindig üzleteltem, mindig volt valami, amivel cserélgettem, és mindig más. És igazából nyitott voltam olyan dolgokra is, amik engem nem érdekeltek, de láttam benne üzleti potenciált, tehát csere alapnak tudtam használni, és akkor hozott egy Norbert, Szalai Norbert nevű ismerősöm, osztálytársam, azt nem. Nem osztálytársam volt, azt hiszem egyel előttem járt, talán én voltam hatodikas, ő volt ötödikes, ezt úgy képzeljétek, ilyen 10 éves kisgyerekek, ugye. És akkor hozott egy ilyen könyvet. Nem volt ennyire jó állapotban. Kicsit már megviselt volt, ez egy nagyon szép gyűjtői kiadás, ezt nem olyan régen vettem meg. Nagyon drága volt, egyébként az eredeti ára, az nem is tudom, 63 forint. Ugye ezt megnézem nektek, hogy... Ezt 89-ben adta ki a Rakéta könyvkiadó, és egyébként Ian Livingstone, a Kalandjáték kockázat egyik írója, őneki a műve lenne ez a könyv. És ez az első olyan kiadvány, amikor találkoztam ezzel a sorozattal. De most tényleg arra gondoltok biztos, hogy... De biztos arra gondoltok, hogy miért fontos egy könyv? Hát egy könyv az nem játék. Akkor miért befolyásol téged abba, hogy kocka légy? Meg miközben a számítógépes játékokhoz? Ez nem más, gyerekek, mint egy leírt, mint egy írt, egy szöveges játék. Igen, ugye lehet, hogy néhányan emlékeztek is rá, bár szerintem nem túl sokan vagytok, hogy számítógépen is voltak olyan számítógépes játékok, amik gyakorlatilag teljesen szöveges környezetben működtek, semmilyen grafika nem volt. És az a könyv sem más, mint gyakorlatilag egy számítógépes játék, ami szöveges. Ugye, és természetesen ez a könyv, amint látjátok, gyakorlatilag egy ilyen autós jellegű játékot próbál elétek tárni, viszont voltak fantasyk, voltak horrorok, voltak sci-fik, és egy csomó fajta volt benne, mint például a számítógépes játékokból is. Tényleg megpróbálom néhány szóba így elmondani, hogy működik. Ebben a könyvben például, mint a Mad Max-ben, egy ilyen posztapokaliptikus világban játszódik a történet, és te nem vagy más, mint egy egyszerű emberke, aki nekivág a pusztaságnak azért, hogy esetleg boldoguljon valahogy, vagy éppen van egy cél, ami ki van tűzve neki. Azt hiszem, hogy például ebbe benzint kell szereznünk, és ugye az alap sztori így megvan, azt így elolvasod, és akkor onnan indul a történet, és vázolja a könyv, hogy mondjuk teszem azt, kiérsz ebből a kezdővárosból, kiérsz a pusztaságba, leírja a környezetet, és rövidesen választás elé állít. Gyakorlatilag, mint minden játékban, ugye? Hogyha például odaérsz a könyvbe, hogy meglátsz távolba egy ilyen autós bandát, akkor eldöntheted, a könyv rád bízza, hogy például megtámadod, vagy pedig elsunnyogsz. És hogyha megtámadod, és ugye gondolom, akkor kíváncsi vagytok, hát akkor hogy oldod meg azt, hogy például választás elé állított a könyv, tehát azt hogy oldják meg, hogy én azt akarom választani, hogy megtámadom azt az autós bandát. Tehát azt úgy oldja meg, hogy gyakorlatilag én nagyon pici fejezetekre van osztva az egész, és ha választási lehetőség elé állít a könyv, akkor az történik, hogy több fejezetpontot ad meg a végén, annak a fejezetnek a végén, hogy például lapozza 128-as fejezetre, hogyha megtámadod a bandát, lapozz a 246-asra, hogyha nem támadod meg, és oda lapozol, és akkor pontosan onnan folytatódik a történet. Emiatt ugye eléggé szártágazó a sztori.
És természetesen el lehet benne bukni, mint más számítógépes játékokból akár, vagy pedig ugye harcolni is lehet benne, mint általában egy, mondjuk egy FPS-be. És gondolom, az is arra is kíváncsi vagy, hogy hát hogy oldják meg a harcot? Hát igazából mi az, hogy harcolsz? Akkor eldöntöm, hogy nyertem és kész. Na akkor harcrendszer. Próbálom így vázolni. Egyébként nagyon sok számítógépes játékba is, meg gyakorlatilag majdnem mindbe, amelyikben vannak változók, tehát random faktorok, ott a harcrendszer pontosan úgy zajlik, mint ebbe a könyvbe, esetleg néhány bonyolítással, több változó. Viszont mondok is egy példát erre az egészre. Például egy RPG-ben, hogyha megtámadsz valakit, akkor az hogy zajlik az a harcrendszer? Ugye mondjuk van neked 100 HP-t, az ellenfél fegyvere mondjuk sebez 1-től 6-ig, neked mondjuk van védelmed 2-től 4-ig, és rád üt egyet az ellenfél, és mi történik akkor? Először is egy láthatatlan dobókockával a számítógép dob, tehát száma egy randomot, 1-től 6-ig egy random számot, és mondjuk az legyen 4, és tehát 4-et sebez beléd. Viszont neked van egy védelmi értéked, mondjuk 2-től 4-ig, megint ugye kiszámolja a számítógép a védelmi értékedet, mondjuk legyen 2, akkor ugye az levonódik az ellenfél sebzéséből, és annyi sebzést visz be neked, és azt a HP-tból ugye levonódik. Gyakorlatilag a harcrendszer az így működik szinte minden számítógépes játékban, ott, ahol van random faktor természetesen, ahol nem fix sebzések vannak például. Ha nem fix sebzések vannak, akkor meg, vagy ha fix sebzések vannak, akkor meg ugye még egyszerűbb, mivel ott gyakorlatilag nincs random számítás, hanem a sebzésből kivonja a védelmi értéket. Ennyi az egész, nem kell nagyon túl gondolni, meg túl misztifikálni, hogy milyen iszonyat bonyolult egy számítása mondjuk egy számítógépes játékban is ugye egy harcnak. Természetesen lehet különböző statjai a fejlövésnek, ugye ott esetleg nagyobb sebződsz karlövésnek, ezt lehet bonyolítani, viszont az alapok ezek. És mivel ezek az alapok, ezért egy könyvben is ez rettenetesen egyszerű megvalósítani. De hogy fogjuk kiszámolni a random faktort, ugye? Ez a legnagyobb kérdés. Ezzel, srácok. Egy dobókockával. Egy dobókockával ugye meg tudod határozni, mondjuk 1-től 6-ig, hogy mennyit sebez az ellenfél, vagy ha esetleg kell, akkor 2 dobókockával dobsz, és már is 2-től 12-ig tudod meghatározni, mennyit sebez az ellenfél, vagy mennyi a védelmi értéked, vagy bármit. Bármit ezzel meg tudsz ugye oldani. Teljesen manuális módszerrel, nem kell hozzá semmilyen számítógép. Szóval igazából így épülnek fel ezek a könyvek, és én rettenetesen nagyon szerelmes lettem ebbe a stílusba. Sokan egyébként lehet, hogy tisztában vannak a szerepjáték fogalmával, az RP fogalmával, ami arra vezethető vissza, ugye, hogy néhányan leültek egy asztalhoz, és gyakorlatilag szerepet játszva játszottak, úgy, mint például GTRP-be, csak egy asztalnál ülve és különböző sztorikkal. Ugye ez a könyv, ez egy ilyen single player szerepjáték, és remélem, hogy érthető volt egyébként, amit elmondtam róla. Én rettenetesen szerelmes lettem ebbe a könyvbe, az Országút harcosába. Ugye megkaptam ezt, mint valamire cseréltük, nem is emlékszem rá egyébként, hogy mit. Hát akkor gondoltam, akkor belenézek és elolvastam, és egyszerűen lenyűgöző. És tudjátok, miért lenyűgöző? Mert van egy számítógépes játékod, annak van egy meghatározott grafikája. Ennek nincs. Ez a full élethű. Mert ahogy játszasz, ahogy olvasod, elképzeled, és annál nincs jobb grafika, mint ami az agyadban megszületik, mint a valóság. Vagy még annál is több. Nincs meghatározva, nincs poligonszám, nincs határa a világnak, bármit el tudsz képzelni. Képzeletnél nincsen határtalanabb dolog, és egy számítógép se fogja megcsinálni azt, amit itt megtudsz. És az a szép benne, hogy ugye mindenkinek valamilyen szinten más. Ha elolvasod te, vagy elolvasok én egy könyvet, akkor mind a ketten máshogy fogjuk megélni. A tapasztalatainkból merítjük azokat a képeket. Sanyika! Ne rázd a kamerát, légy szív. Na szóval, és igen, annyira szerelmes lettem én ebbe a könyvbe, hogy megvettem az összeset.
megszereztem az összeset. Ugye régen az internet korszak előtt sokkal nehezebb volt megszerezni például egy könyvet is. Más nem tudtál csinálni, mint antikváriumokba mentél, utaztál, ez meg ugye nem volt olyan egyszerű 10 évesen. Meg még esetleg azt tudtad csinálni, hát ez nem szép dolog, de elmondom, mert sztorizgatunk, akkor már mondjuk el, meg igazából ez van. Nem titkoljuk el az igazságot. Azt csináltam, hogy ameddig így eljutottam, ugye ez tényleg 11 pár éves koromban volt, a környező városokba elutaztam busszal, beiratkoztam könyvtárakba, és ha találtam ilyen könyvet, kivettem, és a büdös életben nem vittem vissza, elnézést, bocsássatok meg, gyerekek. 80 forintos könyv volt, valakinek nem ért semmit szinte, ennél sokkal drágább könyvek voltak már akkoriban is. Igen, megkárosítottam másokat, de rettenetesen nehéz volt megszerezni, és nem volt semmilyen opció, nem tudtad megszerezni ezeket. Nem volt más opció, csak elmentél könyvesboltok, antikváriuma, egyébként más nem csináltam, azokat jártam. A régebbi kiadványokat nagyon nehéz volt megtalálni, és egyébként azt csináltam, hogy elmentem a könyvtárba, kivettem az összeset, 5 darabot mondjuk, amelyik nem volt meg, soha nem vittem vissza, megküldték ugye csekket, és kifizettem az árát, úgy gyakorlatilag megvettem a könyvtártól, szóval annyira azért ne kövezzetek meg, léci, úgyhogy ki lett fizetve, csak tényleg főleg egy 11-2-3 éves, 14 éves gyereknek ez nem volt annyira egyszerű. Igazából ennyi lett volna ez a rész, és ezt a könyvet mindenképpen végig fogom tolni veletek. Na jó, nem szaporítom tovább a szót, viszont megkérlek benneteket, hogy írjatok, dobjatok egy kommentet, hogyha tetszik nektek ez a tartalom, és akarjátok, hogy így meséljek, elmeséljem azokat a mérföldköveket az életemben, amik befolyásoltak, és hogy miért lettem kocka és nerd. És természetesen ezeket a mérföldköveket úgy is fel fogjuk eleveníteni, hogy az összes ilyen játékkal és különböző dologgal játszani is fogunk, legyen az társas játék, legyen az könyv, legyen az számítógépes játék, vagy pedig kocsmai arcade. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyi lett volna, sziasztok!